Ferences templomnál még ennek az elődjénél, ott még ilyen billegő kosárral. Kocsis Balázs azt mondja, volt idő, amikor meg kellett küzdenie a magassággal, mostanra azonban egyáltalán nincs tériszonya. És tulajdonképpen kell is a bátorság ehhez a munkához, hiszen a Mátyás király emlékmű legtetejéről több méteres magasságból kezdi a mosást Kocsis Balázs, és onnan halad egyre lejjebb és lejjebb. A szobrász restaurátor a tisztításhoz egy magas nyomású mosót használ, és vízlepergető réteggel fedi be az alkotást. Föntről szépen elkezdjük letisztítani, és kap egy bevonatot, egy ilyen vízlepergető réteget, ahol találunk rajta hibát, ami esetleg innen nem látszik, azt pedig javítom, úgyhogy a tűzoltóknak a segítségével, akik voltak, hogy szívesek, mert repülni még mindig nem tudok. A köztéri alkotás tisztításából a székesfehérvári tűzoltóság is kivette a részét, az emelőkosaras gépjárművel segítik a munkát. Amikor mi dolgozunk, az általában nem jó az embereknek, de az ilyen munka azért ez csak segítség. Városunkban a köztéri alkotások jó állapotban vannak, mondja Kocsis Balázs, és szerinte ez pont annak köszönhető, hogy lehetősége van a karbantartásra, mosással és restaurálással kezeli folyamatosan a szobrokat. A restaurátor most a Kodolányi iskola elől ellopott, majd az Oroszlányi tóban megtalált zenélők szoborcsoport helyreállításán dolgozik.